A Wecker Mihály csapatával 5 éve dolgozunk színházi nevelési foglalkozások előállításán és bemutatásán. Ezek olyan előadások, amelyekben a résztvevők nem csak nézik a történéseket, amik a színpadon zajlanak, hanem tulajdonképpen aktív résztvevői lehetnek a történéseknek. A mostani előadásunk, amelynek a címe Megtart, nem enged, és a Káva kulturális műhely, illetve az Ifjú Szívek Táncszínházzal együttműködésben jött létre, egy olyan témát dolgoz fel, amely azt vizsgálgatja, hogy vajon milyen családi háttérrel érkezünk a felnőtt életünkbe, és hogy ez meddig visz minket előre, és hol vannak azok a pontok, amikor visszafognak a döntéseinkben. A résztvevők számára izgalmas lehet, hogy az előadás során nem csak passzív megfigyelője a történetnek, gondolataikkal alakíthatják is azt. Az ötleteiket nem csak szóban fejezik ki, hanem lehetőségük van, hogy koreográfusként, vagy akár egy szereplő bőrébe bújva saját mozdulatsort alkossanak, és azt a színpadon elő is adják velünk. Értelmezzük azokat a dolgokat, amik a színpadon történnek. Tehát, hogy a diák nem úgy megy ki az előadásról, hogy láttam valamit, gondolkozhatok róla, hanem láttam valamit, beszéljünk róla, gondolkozunk róla közösen, tehát, hogy hallgassuk meg egymás véleményét a látottakkal kapcsolatban, és próbáljunk lehetséges megoldásokat, vagy a történet folytatását próbáljuk meg közösen kitalálni, jelen esetben mozgással. Nagyon meglepő volt és jó érzés, hogy a diákok gimnazista korosztály nyitottan fogadja ezt az előadást, és bátran elmondja nekünk a véleményét. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!